Törökországba szeretett volna menni a Kót család idén nyáron, de a közelmúltban történt terrorcselekmények miatt meggondolták magukat. Nem tartják biztonságosnak az országot, ezért más úti célt keresnek. Gyerekmedence. Igaz, hogy ellátást ez nem tartalmaz, de árban lényegesen kedvező. Ennél a nyíregyházi utazási irodánál nem mondják vissza a foglalást árértékben, a hasonló kínálatból választanak. Olaszországba tengerpartra, családdal, két kisgyerekkel szeretnénk menni. Nyaralni egy kicsit. Hiába a korábbi évek egyik legkedveltebb úti célja volt Törökország, inkább lemondanak a csodás tájról, az all-inclusive ellátásról a turisták. A török Riviera 600 kilométerre van Ankarától, a biztonság az elsődleges nyaraláskor. Az idén már az előfoglalásokból is látszik, hogy Törökország, Tunézia, Egyiptom helyett Spanyolország, Bulgária, Olaszország és a Görög-szigetek iránt élénkült a kereslet. Kréta, Rodosz, Korfu, Zakintosz, és ezek közül a három szigetre, Krétára, Zakintoszra és Korfura, Debrecenből is indulnak charterjáratok heti egy alkalommal, ami Nyíregyháza fekvéséből adódóan nagyon fontos szempont az utasoknak. A görög szigetek mellett a spanyol nyaralóhelyek iránt is nagyon érdeklődnek. Akik autóval indulnak nyaralni, a horvát tengerpartot is szívesen felkeresik. Tavaly március-április elejére 30%-kal több volt az előfoglalás. Valamennyivel visszafogottabb volt az előfoglalási időszak. Ez azért érthető is, mivel a világ az bizonytalanabb, mint ahogy tavaly kinézett, hogy rengetegen szeretnének utazni, nagyon sokan érdeklődnek, és számítanak arra, hogy a nyáron egy kellemes helyen el tudják majd tölteni a nyaralási hetüket. Az idén az akciós utak nem érdeklik a nyaralókat, ha az kockázatos országokba szól. Az utazásszervezők szerint az emberek nem mondanak le a nyaralásról. Az utazási irodák azt mondják, az ügyfelek igényeihez igazodva, akár egy héttel, 10 nappal az indulás előtt is lehet úticélt, szálláshelyet is változtatni.